Makóváros kulturális életének legrangosabb eseménye a Páger Antal színészdíj átadó ünnepség a hagyományokhoz híven a színész legenda szülőházánál elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával kezdődött. Ezt követően a hagymaházban gyűlt össze a nagy érdemű, hogy részese legyen a 17 éve töretlenül tartó emlékezésnek. Itt külön köszöntötték azokat a civil személyeket, akik hozzájárultak Téni bácsi kultuszának megőrzéséhez és továbbviteléhez. Így Varga Mártát, Sipos Jenőt, Karsai Ildikót, valamint a nemrégiben elhunyt Franyó Róbertet és a nevében megjelent családtagokat. Farkasi Erzsébet polgármester beszédében elmondta, a díj óriási elismerést adott és ad ma is a színész társadalomnak, emellett pedig mérhetetlen megbecsülést városunknak. Kiemelte, a Páger Antal színész díjat két dolog őrzi meg hosszú távon az utókornak, a jövő nemzedékének. Egyrészt a díjazottak szakmai és emberi pályafutása, életművei, melyek Páger színészi tehetségét, az ő szavaival élve Isten adta tehetségét és emberi hitvallását tovább éltetik. Másrészt a Páger Antal által most is meglévő tisztelet gondozása és további fejlesztése. Ebben kapott lehetőséget Makóvárosa 2016. decemberében, amikor a Páger Mozi és Rendezvényház makoveci tervei alapján történő felújítására 100%-os támogatást kapott a magyar kormánytól, Lázár János miniszter úrnak köszönhetően. A díjat 2002 óta évente egyszer egy színésznek ítéli oda a szakmai kuratórium, melynek tagjai között olyan neves emberek szerepelnek, mint Kútvölgyi Erzsébet, Hegedűs D. Géza, Szalma Tamás, a család képviseletében Gyarmati Antal, valamint Réz András. A filmesztét a stábunknak kifejtette, miért volt egyértelmű döntés számukra Gálfi László személye. Mindannyian úgy érezzük, hogy Gálfi László ennek a magyar színházi ízének egy ilyen abszolút meghatározó, nagyon-nagyon fontos alakja, aki viszont nem nyomul. Aki nem nagyon adja el magát. Akit nem fogunk látni hirdetésekben, meg ilyen tehetségtelenségkutatóban, valóságsóban, nem tudom én miben, mert ő nem ilyen természetű. De attól nekünk még azt hiszem kötelességünk, hogy észrevegyük, hogy az ő művészi teljesítménye, hát elnézést, hogy ezeket a szaporodó éveket emlegetem, de hát most már ugye 43 éve annak, hogy befejezte a színművészetét, és azóta folyamatosan jelen van az életünkben értékes jó dolgokkal. Gálfi László színművész Farkaséva Erzsébet polgármestertől vette át a Páger gyűrűt. Az esemény második részében Varga Márta ötletgazda, valamint Réz András filmesztéta beszélgetett a díjazottal, aki elmondta, egy biztos, Páger Antal benne él, abban, amiben játszik, és amit a színházról, a színészetről gondol. Az a fontos, hogy ilyen nagy színésszel kapcsolatban kapok egy díjat, és szóval ez maga az, hogy a Páger neve ott van nekem, ez a díj. A gyűrű az csak egy plusz ajándék. Az idei díjazott Págerrel való személyes élményeit a holnapi híradónkban osztja meg.